1998-ban készült Pi című filmje, olyan film, amelyet legalább kétszer meg kell nézni. Vagy azért, mert újra át szeretnénk élni a film különleges hangulatát, vagy azért, mert elaludtunk rajta. A történet szerint a főszereplő Max matematikus zseni, aki szerint mindent meg lehet fogalmazni számokkal, a látszólagos káosz mögött pedig matematikai szabályszerűségek állnak. A tőzsde működését szeretné megfejteni, de gyenge számítógépe és erős migrényei akadályozzák ebben. Egy napon találkozik egy kabalista tudóssal, aki beavatja a zsidó miszticizmusba. Megtudja, hogy a Tóra szerint Isten nevét egy 216 jegyű számjeggyel lehet leírni. Számítógépébe táplálja a héber ABC-t és programja kiad egy ilyen hosszú számsort. Max felhasználja a kapott képletet, és a film szerint meg is találja kérdéseire a választ. A néző viszont nem kap egyértelmű megoldást, így a vélemények is megoszlanak. Egyesek rajonganak a szürreális képi világú misztikus történetért, mások művészkedő, zagyva, egyenesen idegesítő filmnek tartják. Nagyon egyedi és erőteljes hangulata van a filmnek. Nekem személy szerint nem jött be, az elmebeteg zsenik elméjét képzelem így el. A gondolatvilágomtól és az érzésvilágomtól nagyon messze van, röviden megfogalmazva borzasztó, mondja egy fórumozó, egy másik vélemény szerint pedig, valaki megmagyarázhatná, hogy miről is szólt a film. Nem értettem, amit nézek, egy nagy katyvasz volt nekem az egész, talán második nekifutásra megértem. A Pi Darren Aronofsky első filmje. Következő munkája a Requiem egy álomért meghozta számára a nemzetközi sikert. A 2008-as Pankrátorral Oscar-díjat nyert. A 2010-es Fekete hattyú közönség siker lett. Tavaly pedig Noé című filmje hódított a mozikban. Darren Aronofsky napjaink egyik legizgalmasabb rendezője. Ezért, aki még nem látta, mindenképpen nézze meg a Pi-t. Az se baj, ha csak második nekifutásra sikerül.